Sziasztok, üdv újra a csatornán, ha pedig most találkozunk először, akkor szia, itt Jöszö és az anya mindenhez is. Ahogy azt már a címből láthatjátok, ez alkalommal az konyhajtónk lesz a téma, azaz a pajtajtó. Október végén lesz 5 éve, hogy itt lakunk, és már az első pillanattól kezdve ez volt az álmom, hogy a konyhaajtónkat majd egy ilyen pajta ajtóra fogjuk lecserélni, de akkor nem fér bele minden a keretbe, az időbe és az energiába. Viszont tudtuk jól, hogy egy tolóajtó sokkal praktikusabb lesz nekünk ide a folyosóra, mert nagyon keskeny, és akadályoz minket a kényelmes mozgásban. És jön valaki. Akadályoz minket a kényelmes mozgásban, közlekedésben, neki nyílik a konzolasztalnak. Tehát tudtuk azt, hogy egy tolóajtó sokkal praktikusabb lesz nekünk ide a folyosóra, nem csapódik neki a konzolasztalnak, nem foglal akkora helyet. Itt a fal mellett kinyílni volt is neki lehetőség. Most, hogy aztán leválasztottuk a folyosó végét, ez a kérdés még aktuálisabbá vált, mert így aztán még jobban nekivágódott az ajtó a konzolasztalnak. Eljött hát az ideje, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor miután kifestettünk, jöhet az új ajtó. Teljesen amatőrök voltunk ebben a témában, egyáltalán nem tudtuk, hogy hogyan kell ezt az egészet megoldani. Néztem cégeket, akik a teljes projektet kivitelezték volna, viszont azért eléggé drágálottam, meg tudjátok, hogy nagyon sok mindent szeretünk mi magunk elkészíteni, még hogyha nem is lesz az olyan tökéletes, mint egy szakemberé, de egész más szemmel tekintünk rá, hogyha mi magunk csináljuk meg. Megérkezett a vasalat, teljesen odáig voltam, tudtam, hogy erre még azért várni kell, hiszen még festünk, helyére állítjuk a dolgokat, stb. De amikor megérkezett a vasalat, ez a kép volt az, amiben én anno a Pinteresten évekkel ezelőtt beleszerettem, és amit ide elképzeltem, úgyhogy ennek alapján sokat-sokat rajzolgattam, tervezgettem, méregettem itt az ajtónyílást, konzultáltam az apósommal, mert neki az eredeti szakmája asztalos, ő volt az én mencsváram, ő vállalta, hogy elkészíti nekünk az ajtót, hogyha kitalálom, hogy milyen legyen, úgyhogy ebben nem csak a mi kezünk van, ez csapatmunka volt most ez az ajtó. Megrajzoltam tehát az ajtót, amennyire tudtam. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy megmaradjon-e a keret, a tok, ami az előző ajtó ajtónyílása volt, és úgy döntöttünk, hogy ezt annyira kivésni nem szeretnénk, hiszen amúgy sem egy kicsi ajtó, óriási a nyílás, akkor pedig aztán még nagyobb lesz, felfalazni meg nem akartunk belőle, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt úgy megoldani, hogy a tok itt marad a helyén. Óvatosan! Tehát elkészült a rajz, megérkezett a vasalat. A vasalat leírásában nagyon pontosan és precízen le voltak írva a méretek, mekkora ajtó lehet hozzá, minimum és maximum méretek, súly, hogyan kell majd aztán összeszerelni, milyen dolgokkal kell előkészülni, úgyhogy nagyon megkönnyítette a dolgunkat a vasalat leírása. Átadtam ezt a leírást az apósomnak, átadtam a rajzot az apósomnak, ő elkezdte megcsinálni az ajtót, és aztán még a festés befejezése előtt megérkezett az ajtónk, és aztán itt kezdődött a történet folytatása, amit most szeretnék nektek itt videóban megmutatni. Nézzétek meg, hogy készült a konyhaajtónk, tartsatok velünk! A vasalatot még májusban rendeltem a VidaXR-ről, ezt kértem névnapi ajándékgyanánt, ekkor lehet, hogy az Instán láttátok is sztoriban, akkor még nem lehetett tudni egész pontosan, hogy mi lesz belőle. Most itt az ideje, hogy ki is csomagolja. Megtaláljátok a VidaXL linkjét a leírásban, ha esetleg ti is hasonló ajtóban gondolkodtok, és megtetszik nektek ez a vasalat, nagyon masszív anyagból van, nagyon szépen van porszorva, strapabírónak látszik, hosszú ideig ki fog minket szolgálni, ebben egészen biztos vagyok. És akkor elköszöntünk a régi, ronda konyhaajtónktól, annó mi festettük át szürkére, de hát voltak problémái.
és örülök neki, hogy most már megszabadultunk tőle, és aztán elkezdtük itt a méricskélést. Elsőként kimértük, és csak imádkoztunk, hogy passzoljon majd a helyére, ugyanis a tolóajtó sima falfelületre van ugye eredetileg kitalálva, mi viszont meghagytuk a tokot, aminek a díszléc része el is áll a faltól, és ennek köszönhetően a járólap lábazat is eláll a faltól, tehát itt csak reménykedtünk benne, hogy nem fog benne elakadni, hanem szépen így is elcsúszik mellette majd az ajtó, ha felkerül. Bejelöltük a lyukakat, Att is kifúrta, én közben a porszívóval szedem össze a port, hogy ne potyogjon le az a sok vörös téglapor, ami kijön a lyukból. Ez már itt nálunk egy nagyon bevált módszer a porszívóval, és aztán ezt követően megpróbáljuk felszerelni a vasalatot. Egy utolsó vízszintellenőrzés, és büszke vagyok magunkra, mert teljesen vízszintes lett, Att is pedig még egy picit belekapaszkodott, hogy mennyire strapabíró, mert tudtuk, hogy az ajtónk jó súlyban van. Aztán bejelöltük és kifúrtuk a vasalatnak a helyeit az ajtón. Gyönyörű lett ez az ajtó, le a kalappal, imádom. Itt még naturban átfúrtuk, és felpróbáltuk a helyére, hogy biztosan minden stimmele, és hogyha minden oké, akkor utána jöhet a dizájn, a festés, de mindenképpen fel akartuk előtte próbálni a helyére. Itt az igazság pillanata, felkerül az ajtó a helyére, és látjátok az arcomon, hogy annyira örülök neki. Itt derült aztán ki, hogy annyi a szépséghibája a kiálló díszlécnek, hogy elakadt benne a csavar, úgyhogy abban más alternatívát kellett keresni. Még mielőtt nekiállok az ajtót lekenni, kipróbálom a festéket, mert ezt a fajtát én még csak mintadarabon láttam, és volt már rá példa, hogy egészen más mutatott aztán élőben, mint a mintadarabon. Ez a Szadolinnak, szintén az egyik lazúria, a teak színben. Egyébként a végeredménnyel nagyon elégedett vagyok, és tényleg tetszik. Az éles részeket még egy kicsit lecsiszolom, mert ugyan a külső élek le lettek gyalulva, de a belső élek azok nagyon élesek maradtak, úgyhogy ezt még ártalmatlanítom, utána a port jó alaposan lefújom róla kompresszorral, és ha ezzel megvagyok, el is kezdhetem a festést. Ez egy vékony lazúr egyébként, és miután teljesen megszáradt, akkor úgy döntöttem, hogy kap még egy réteget, mert elég halvány volt a színe. Nem volt már ekkor azért olyan nagy meleg, úgyhogy a két oldal, két rétege, az 4 napi munka volt. Nyilván hagytam is, hogy jó alaposan tényleg rendesen megszáradjon. Ebben a lazúrban már többször is említettem, nagyon szeretem azt, hogy magába szívja a fa, gyönyörűen megtartja az erezetét, attól függően, hogy hány rétegben kened föl, azért tudod szabályozni a szín erősségét és sötétségét. Nagyon jó ellenállóvá teszi az anyagot, de megőrzi
magának a fának a tapintását, meg a látványát is. Úgyhogy én, mint azt már tudhatjátok, nagyon sok helyen használtam a házban már a lazúrnak a különböző árnyalatait, fajtáit. Ahogy ez az öltözékeimen is látszik, azért elég hosszadalmas folyamat volt ez, mikor tudtunk vele foglalkozni, ahogy készültek a különböző részei. Elmentem aztán a tüzépre, és kértem kapupánt csavarokat az ajtóhoz kapott csavarok helyett, ezeknek teljesen lapos a feje, szépen rá simul az ajtóra, és így nem fog elakadni nekünk a toknak a kiálló részében. Amennyiben zavarni fog, hogy elüt a színe az ajtó minden más részétől, még mindig le tudom festeni feketére a fejét. És ez szépen, mikor becsavaroztam, teljesen bele is húzódott a lyukba, és csak a kis domború fej maradt a fa felületen. Nagyon szépen el is csúszott aztán a tok fölött. Így hát már lefestve elkészült az ajtó, és felkerülhet a helyére. És akkor ezek után még érkezik majd bele az ablak, illetve keresnem kell rá egy szép kilincset, valamint én is szeretnék rá, hogy a képen is láthattátok egy matricát, egy feliratot. Meglepő volt, hogy annak ellenére, hogy milyen nehéz ez az ajtó, és milyen nagy, elképesztően könnyen siklik, úgyhogy sürgősen fel is kell szerelnem a fékeket, nehogy valamelyik gyerkőc legurítsa az ajtót a sínről. A két féket felszorítom a sín végére, nagyon szépen megállítja az ajtót, beállítom a megfelelő pozícióba, és kaptunk is hozzá imbuszkulcsot, azzal meghúzom, és akkor így már nem tud leugrani a sínről a henger, a kerék, nem tudom, mi a neve, nem tudom. Ez még egy nagyon fontos kis alkatrésze az ajtónak, ezt alulra a padlóra kell lefúrni, ezt a kis pöcköt, és ez azért nagyon fontos, mert az ajtó jelenleg még leng, és hogyha a gyerekek, ne adj Isten, nagyon meglöknék, akkor simán leakadna, leesne a helyéről. Ez a kis pöcök viszont, hogyha le lesz csavarozva a padlóhoz, akkor megakadályozza az ajtó lengését, és így már sehogyan nem tud leugrani a helyéről. Maximum, hogyha mi leemeljük róla. Kihúzza? Kihúzta. A kamerába! Felemeltem az ajtót vele! Nem! Oh, kijött! Közben megérkezett a méretre vágott ablak is. Mindenképpen ragaszkodtam hozzá, hogy ablak is legyen ebben az ajtóban, mert a folyosónk a bejárati ajtóról kap fényt, illetve a konyhától, illetve az ebédlőtől, de minden irányból nagyon fontos, mert mindenhonnan csak kevés szűrt fényt kap, úgyhogy ehhez ragaszkodtam, meg amúgy sem szerettem volna teli ajtóval zárni a konyhát. Belehet-e? Segítség! Apa telefonál? Pedig szólni kéne neki, hogy ezt hogy lehet itt most szétszedni, mert én a szögeket kiszedtem, de ez de teljesen be van gyógyulva. De ne gyere be, szívem, most! Ne gyere be! Ne gyere be! De befélek! De ne gyere be! De bejöhetek. Ajtót szerelek, most ne gyere be! De bejöhetek. Köszi! Köszi! Bocsánat! Ide vele, gyorsan, 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 köszönöm! Ne arra, hogy szívem, nem akartam. Személyi sérülés nem történt. Beraktuk tehát az üveget a helyére, és visszapaszítottuk ezeket a leceket. Életemben nem raktam be még üveget. Rémálmaimban ne jöjjön még egyszer elő, hogy az üveg mellett kalapálok. Ekkor voltam a lehető legjobban ráfeszülve erre a témára, hogy na, a befejező szakaszban törjem már ki az üveget, hogyha lehet, de nem törtem ki, úgyhogy büszke vagyok magamra. Bekerült az üveg, nagyon jó, stabil, egyáltalán nem mozog, utána alaposan megpucoltam,
és vártam, megrendeltem, és vártam a matricát rá, ami miatt még nagyon izgatott voltam, mert ez már a befejező rész. Mikor megérkezett aztán a múlt héten a matrica, jó alaposan megpucoltam megint az üveget. A matricát a Turán Dekortól rendeltem, hallhattatok már róluk tőlem, ugyanis a fűszerpolcom átalakításánál is ők készítették a matricáimat hozzá. Nem az volt az egyetlen dolog, amit már vettem tőlük. Az elérhetőségüket megtaláljátok a leírásban. Bejelölöm egy egyszerű gyerekek egyik filcével az ablakon, hogy hová kerüljön, hogy középre kerüljön meg, ha lehet, akkor egy picit azért egyenes is legyen. És aztán felteszem a matricát, majd fogok egy kártyát, ezúttal éppen a Libri törzsvásárlói kártyám akadt először a kezembe, és teljesen rásimítom, hogy ne legyenek alatta buborékok, és mikor ezzel megvagyok, akkor lehúzom róla a védőfóliát. És mikor a védőfóliát levettem, akkor egyszerűen a kis filces jelöléseimet letörlöm, és ezzel a matricázás meg is van. Ami még hiányzott, az a kilincs, de a múlt héten ez is megérkezett, és tegnapi napon aztán fel is raktuk. Nagyon szép, fekete, masszív anyagból készült, porszort szettet rendeltem, ez kifejezetten pajta ajtóhoz készült. Nagyon strapabíró, és nekünk itt a belső részhez tökéletes ez a lapos oldal, mert akármilyen kilincs azért a belső oldalon nem férne el. Úgyhogy bejelölöm a pontos helyét, azt is kifúrja, és felcsavarozzuk a kilincset, és ezzel akkor el is készül az új konyhaajtónk, amit most már nagyon-nagyon szeretünk. Ami még hátra van ennek a projektnek a részeként, de ez már a jövő tavasz, jövő nyár feladata lesz, az, hogy még mindenképpen levágjuk az előző ajtónak a zsanérjait az ajtótokról. Ezt csinálták anyáink. Akkor vége van ma. Mára. Vége van mára? Aha. Ó, lassan. Tehát, hogy le fogom csiszolni még majd jövőre az ajtótokot, és újra lefestem, hogy szép fehér legyen. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem tartottatok. Bízom benne, hogy ha hasonló projektben gondolkodtok, akkor tudtunk most nektek egy kis ötletet, inspirációt, hasznos infót adni ehhez. Mi nagyon meg vagyunk elégedve a végeredménnyel. Annak ellenére, hogy azért, mivel tolóajtó nem éri el kopanásig a tokot, és nem zár be annyira, mint hogyha egy csukott ajtó lenne, de mégis, mivel vastag anyagból készült, nagyon jól fogja a hangot, és szerintem tök jól tartja bent a szagokat is, hogyha olyasmit sütünk, úgyhogy teljes mértékben beváltotta a hozzáfűzött reményeinket, és nagyon szeretjük magát a látványát is. A leírásban megtaláljátok a vasalatnak a linkjét, amit vettünk. Beletettem nektek a Turán Dekor elérhetőségeit, hallottatok már róluk tőlem, ők készítették a fűszerpolcomnak a matricáit is, és én csak ajánlani tudom őket, nézzetek körül a webshopjukban, vagyis hát a Facebook oldalukon, vagy az Instájukon, mert rengetegféle terméket készítenek, mindent, ami kreatív dolog, automatricákat, bicikli matricákat, háztartásba matricákat, születésnapi és esküvői dekorációkat, nagyon jó ajándékötletekkel tudnak szolgálni,
Úgyhogy én csak ajánlani tudom őket, nagyon korrekt, megbízható, fiatalos, kreatív csapat az övék, úgyhogy a leírásban megtaláljátok az elérhetőségeiket. Ezen kívül pedig még berakom a kilincs szetnek is a linkjét a leírásba, hogyha esetleg ehhez hasonlót kerestetek volna korábban. Van súlya, masszív anyagból készült, viszont nagyon jó minőségű, mivel porszort felület, ezért nem kell attól félni, hogy előbb-utóbb elkezd majd lepatogni róla a festék, vagy hogyha a zsíros kezek összetapizzák, akkor bátran meg lehet sikálni. Tehát még egyszer köszönöm szépen, hogy ezúttal is velünk tartottatok, hogyha tetszett a videónk, akkor kérlek jelezzétek. Ha értesülni szeretnétek a következő videóról, iratkozzatok fel a csatornára. Vigyázzatok magatokra, szép napot nektek, sziasztok!